ünnepélyes szalagátvágás előzte meg a Székely Kutatóterem átadását. A Bonyhádi Székelyházban kialakított szobában a székelység nyelvével, kultúrájával, történelmével kapcsolatos tanulmányok és források is találhatóak, a leletanyag pedig folyamatosan bővül majd, mert sokan tesznek felajánlásokat. Most érkeztem ezelőtt egy fél órával, és hoztam a saját adományomat, ajándékomat. Itt láthatok két polcot is, majdnem az összes bukovinai székely témájú könyvemet felajánlottam a kutatóteremnek. Akkor itt a másik polcon az andásfalvi katolikus anyakönyveknek a másolatai, amelyeket ugye már könyvformában megjelentettem, tehát most már ott számomra nincsen szükség. A kutatótermet a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából alakították ki. A szövetség elnöke azt mondja, 3 évtizeddel ezelőtt 12 hagyományőrző csoporttal alakultak meg, mostanra pedig már 46 tag egyesületük van, ám a céljaik azóta sem változtak. A fiatalok számára egyfajta mintát tudjunk mutatni, és a tovább lépés, hogy merre tudunk tovább lépni. Ugye hála jó Istennek, akkor még éltek azok az öregek, akik idős emberek, akik úgymond még Bukovinába születtek, és azokat az értékeket át tudták adni, ami mindenképpen nekünk, akik már nem ott születtünk, ugye nagyon fontosak, és egy pótolhatatlan. Ugye nagyon sok kincsünk van, úgymond, hiszen nagyon sok irodalmon van, ami ezzel foglal, Sebestyén Ádámot ugye ki kell emelnem külön. De ugyanúgy táncainkra ugye nagyon sok gyűjtések történnek, vagy például Kodály Zoltán ugye 14-ben is például, vagy kétszer is volt Bukovinában, tehát mind olyan fajta értékek voltak már akkor átmentve, amit újra-újra ugye le kell porolnunk, újra-újra elő kell vennünk, és talán itt van a szövetségnek a fontos szerepe, hogy ez mindig ezeket az értékeket megtalálja, és közvetítse, illetve lehetőséget adjon a tagegyesületen, most már 46 tagegyesületünk van, és hála jó Istennek, csak ugye, ami ritka dolog, ugye csak szaporodunk. Tehát mindenképpen leporolva is egyfajta értékmentést, és ezeket összegyűjtve egy iránymutatást, lehetőséget adva a programjaink, hiszen erről szólnak, ugye egész évet átölelő programok. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. Ő korábban 13 évig vezette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét. Most azt mondta, az elmúlt 30 év gyűjtőmunkájának köszönhetően már a virágzik a székely kultúra Magyarországon. 30 évvel ezelőtt ezekben a napokban jött létre a Székely Szövetség. Később egyébként felvette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége nevet, akik akkor létrehozták a szövetséget, azoknak az volt a célja, hogy a bukovinai kultúrát újra élővé tegyék, illetve összefogják a székelységet, bukovinai székelységet itt Tolna megyében, Baranyában, Bács-Kiskunban, Budapest környékén, illetve az Alduna mentén és Dél-Erdélyben. Azt gondolom, hogy ez a munka nyilván 100%-osan semmi sem sikerülhet, de azért megközelíti ezt a nagyon szép eredményt. Élő csoportjaink vannak, élő hagyományőrzéssel találkozhatunk, bármerre megyünk, ahol a népcsoport tagjai élnek. Az elmúlt években egyre erősebbé vált az erdélyi székelységgel is a kapcsolattartás. Ők is számítanak ránk, mi is ő rájuk. Több testvér kapcsolat jött létre. Azt, hogy a székelység kultúráját, történelmét feldolgozó kutatások száma valóban érzékelhetően megnőtt a szövetség elmúlt évtizedekbeli munkájának köszönhetően, mi sem mutatja jobban, mint hogy a kutatóteremben a hagyományos nyomtatott leletek mellett szép számmal akadnak digitális források is. Most egy számítógépen lehet sok mindent kutatni interneten, illetve a szövetség által korábban a táborokba begyűjtött fényképek, azok is digitalizálva vannak, azokat lehet kutatni, de amit majd én még szeretnék felajánlani, ha befejeztem a Bukovinai Széke családok sorozatnak mind az 5 családkövét megjelentettem, akkor mikrofilmeken, amelyeket a régi anyakönyvek megvannak nekem, és amelyeket akkor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége vásárolt nekem, hogy tudjak ebből kutatni, azt egy mikrofilm olvasóval szintén ide fogom elhozni, és akkor itt legyenek, hát ha még valaki akar ezekből az anyakönyvből más dolgokat is kinyerni. Én 1991 óta kezdtem el kutatni, amikor visszakerültem Borsod megyéből Bátaszékre, akkor kezdtem el a Józsefalvi anyakönyveket kutatni. Tehát ahhoz képest akkor milyen felszereltség, lehetőség volt a mai, ez a gyönyörű kutatóterem, ez egyszerűen, szinte azt mondom, hogy
fellegbe viszi az embereket. És nem csak átvitt értelemben, hanem szó szerint is, hiszen itt már a mai modern számítás technikában a felhőben lesznek bizonyos adatok, és onnan lehet majd szintén lekérni őket, megnézni. Úgyhogy tényleg egészen a mennyekbe tudunk menni ezekkel az új technikákkal. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhárt polgármestere azt mondta, a város büszke arra, hogy a szövetség székhelye itt található. Ez egy olyan szövetség, ami nem csak az egész országot, hanem még határokon túl is átnyúló szövetséget jelent, és mi valóban büszkék vagyunk arra, hogy székhelyül ennek a szövetségnek Bonyhárt adott otthont, és nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy szintén 30. évi jubileumát ünnepli majd idén a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál is, amelynek a magyarországi helyszíne szintén Bonyhárt. Erre a fesztiválra is már nagy erőkkel készülünk, hiszen éveleje óta rendszeresen tartunk megbeszéléseket, hogy sikeres legyen ez a rendezvény, mert hogy egy kerek születésnapot illik úgy megrendezni, hogy mindenképpen sok mindenre odafigyeljünk, és egy megújult helyszínen köszöntetjük majd a fesztiválozókat, hiszen a város által felújított rendezvénytéren fog az idei évben ez megvalósulni, augusztus első hétvégén, mint minden évben. A mai esemény azért is fontos, mert ilyenkor a szövetség valamennyi tagja találkozhat egymással, és ez egy remek alkalom arra, hogy a hétköznapokban is találkozunk, és nem csak a munkánk során. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor hangsúlyozzuk azt, amikor általában népcsoportokról, kultúráról, hagyományokról beszélünk, hogy az mennyire fontos, hogy azt megőrizzük és ápoljuk, de nagyon sok székely barátomtól azt tanultam meg, hogy ők nem a hagyományok őrzését és ápolását tartják fontosnak, hanem ők megélik azt a hétköznapjaikban. A Bonyhárdi Székely Kutatóterem átadását emlékkonferencia követte.